November 29-től december 5-éig tartott a második Balatonszárszói Akvarell Festő Hét, ahol Anna Ivanova orosz festőművész volt a díszvendég. Oroszországban nagyon népszerű az akvarell festészet, ezért örülök, hogy itt is meg tudtam szervezni. Én is nagyon szeretem az akvarell festészetet. Nagyon örülök annak, hogy egy híres festőnőt is sikerült idehívni. Hálás vagyok az önkormányzatnak, hogy támogatja ezt a rendezvényt. A tábornak 6 állandó résztvevője van, de mindig csatlakoznak még páran hozzánk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy együttműködhetünk a Magyarországi Akvarell Akadémiával. A résztvevők nagyon jól érzik magukat, tetszik a település, nagyon finomak a magyar ételek. Nagyon szívesen látnak bennünket. 2 éve foglalkozom a professzionális festészettel. Előtte orvosi egyetemre jártam. Budapesti látogatásunkon bemutattam a saját technikámat, és beszéltem az orosz festői kultúráról. Alla Prima technikával dolgozom. A papír mindkét oldalát bevizezem, és utána kezdem a festést. Vigyázni kell, hogy ne száradjon ki a papír. Köszönöm szépen Balatonszárszó önkormányzatának, hogy lehetővé tették a tábor létrejöttét. Először megfestek egy részletet a képből, amit elmagyarázok lépésről lépésre, és a többiek ezután kezdik az önálló munkát. Budapesten a Magyarország Akvarell Akadémiára látogattak el a tábor résztvevői, ahol Szikszai Sándor, a Nemzetközi Akvarell Szövetség magyarországi tagozatának alapítója fogadta őket, és bemutatta a kurzust. Egy ilyen művészeti továbbképzés azok számára, akik egy kicsit el szeretnének mélyülni az akvarell festészet lehetőségeibe és tudományába. Itt mi segítjük őket abban, hogy megtalálják a saját stílusukat, illetve próbálunk olyan fogásokat és lehetőségeket bemutatni, amellyel ők a saját stílusukat ki tudják alakítani. Vendégművészeket is meghívunk, és szerencsénk van jelen pillanatban, hogy Anna Ivanovna meglátogatott bennünket, és fog nekünk egy prezentációt tartani. Ő hogy csinálja az akvarelt? December 3-án kiállítás nyílt a polgármesteri hivatalban Anna Ivanova munkáiból, ami Dorogi Sándor polgármester úr nyitott meg. Anna Ivanova Moszkvából érkezett, nagy utat tett meg Szárszóig, és azt is tudjuk, hogy nemrég még Moszkvában volt kiállítása, a jövő héten pedig már Bécsben lesz. Megszakította az útját, és valóban szó szerint mondom, hogy egy rendkívüli különleges művésszel találkozunk itt a mai nap, mivel ő már bejárt a nagyvilágot, és egyszer csak eljutott Szárszóig, ami nekünk nagyon nagy dolog, és reméljük, hogy ennek lesz folytatása. A tábor résztvevői nagyon jól érezték magukat Balatonszárszón. Nagyon kedves, barátságos fogadtatásban volt részük, bíznak benne, hogy a jövőben még visszatérhetnek hozzánk Szárszóra.